Ezzel a rendszerrel szemben egyre kevésbé gondolja szerintem normális ember azt, hogy neki érdemes lenne politikusként részt venni ebben a politikai rendszerben. 80 nap telt el a parlamenti választások óta. Az infláció szárnyal, a rezsijárak növekednek, tanárok és diákok tüntetnek, a kormány egyelőre nem tudott megállapodni az Európai Uniós forrásokról, elindult viszont a DK TV-je. A politikai helyzetet Török Gáborral értékeltük. Azzal kezdeném a beszélgetést, hogy májusban még ilyen 60% körül volt a Fidesz népszerűsége, ez mostanra lement ilyen 40 környékére. Ez egy viszonylag az egy ilyen komoly zuhanásnak tűnik, de van ennek bármi jelentősége? Hát én úgy látom, hogy azért a teljes népességben még mindig jelentős előnye van a Fidesznek, és még jelentősebb a biztos szavazó pártválasztókban, közel 50% minden felmérés szerint. Most is, ha most vasárnap lennének a választások, a Fideszre szavazna. És hát annyiban szerintem nincs jelentősége, és talán az egész beszélgetést meg is határozhatja ez a gondolat, hogy én azt gondolom, hogy az a típusú, hagyományos, 1990-től megszokott politikai elemzés, ami mindig azt nézte, hogy egy kormányoldalnak hogy alakul a támogatottsága, és vele szemben az ellenzéké, hogyan néz ki, azt szerintem most nem helyén való már, vagy idejét múlt a magyar politika tanulmányozásánál, mert azt gondolom, hogy 14, és leginkább 18 után, és még inkább 2022 után egy olyan politikai rendszer van, amelyben kevésbé fontos talán az, hogy a két választás között éppen hogyan alakul az aktuális kormányoldal támogatása, tottsága, és még kevésbé fontos, hogy az ellenzék mit csinál. Szerintem azok a kihívások, amelyekkel a Fidesznek szembe kell néznie, vagy másképp megfogalmazva azok a veszélyek, amelyekre a kormányoldalnak figyelnie kell, azok nem ebből a hagyományos kormányellenzék közönkutatások által mért térből jöhetnek, hanem sokkal inkább a nemzetközi térből, a gazdasági helyzetből, vagy éppen a belső, az udvaron belüli belső problémák lehetnek azok, ezeket pedig nem a közönkutatásokban fogjuk látni. Említettem, hogy politikai rendszer, olyan politikai rendszer alakult ki. Két kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy lehet-e, és hogy kell ennek valamilyen nevet adni, ugye itt már nagyon sokféle címkézés volt az elmúlt 10 évben. A másik pedig, hogy mi az, amire akkor figyelni kell, hogyha nem számít az, hogy a két választás között mondjuk hogy alakulnak a politikai erőviszonyok, akkor mondjuk mit érdemes nézni? Szóval ezekben a definíciós vitákban biztos nem szeretnék belemenni, ugye nagyon sok ilyen kísérlet volt a hibrid rezsimtől a vezérdemokrácián át, hosszú-hosszú sora van azoknak a maffia államig, azoknak a kísérleteknek, amelyek megpróbálták leírni. Szerintem a tartalom sokkal fontosabb, és a tartalom esetén az a fontos, hogy az a hagyományos liberális demokráciákra jellemző működésmód, ami a kormány ellenzék közötti libikókát jelenti, tehát hogy az inga leng jobbról, balra, balról, jobbra, az szerintem nyilvánvalóan nem működik már a magyar politika értelmezésénél. Az ingát megállították, az ingát kikapcsolták, az inga nem fog egy darabig ide-oda mászkálni, ahogy ezt láttuk is az elmúlt 12 évben. Szerintem amire figyelni kell, az a kormánynak a nemzetközi helyzete, a nemzetközi térben való elhelyezkedése. Amire nagyon kell figyelni, az a gazdaság helyzetének alakulása, ami most minden prognózis szerint olyan lesz, amilyenre korábban nem volt példa az elmúlt 12 évben. És amire én még azt javaslom, hogy figyeljünk, mert szerintem az egyik legérdekesebb vizsgálati terület, és kevésbé látható az elemzők számára, különösen az íróasztal mellől, az pedig a hatalmi berendezkedésen belül, az udvaron belüli mozgások. Ebből a három területről jöhetnek veszélyek a kormány számára. Nekem meggyőződésem, hogy ez a struktúra, ez a hatalmi rendszer, ez úgy van most éppen felépítve, már egy jó ideje, hogy az ellenzék irányából valós veszély nem érheti a kormányoldalt. Az ellenzék legfeljebb kihasználhat majd bizonyos helyzeteket, de valójában a kormányoldal számára veszély a nemzetközi környezetből, a gazdasági helyzetből, vagy pedig a belső hatalmi villongásokból érkezhet csak, sehonnan máshonnan. Mind a hárommal fogunk foglalkozni részletesen. És kezdeném rögtön a gazdasági helyzettel, mert csak amiatt is, mert a Matolcsy György azon a napon, amikor a felvétel készül, akkor a parlamentben egy elég erős kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával, illetve általában a gazdaság helyzetével kapcsolatban is. Csak azok kedvére, akik nem nézték mondjuk ezt a beszédet, vagy nem hallották még a leíratát, hogy arról beszélt, hogy válság közelben van a magyar gazdaság, illetve hogy a világon talán a negyedik-ötödik legsérülékenyebb a magyar gazdaság, és 2010 után nem hozták meg a jó döntéseket, 2021 után viszont kifejezetten rossz döntéseket hoztak. Hogyan kell ön szerint értelmezni ezt a szokatlanul éles kritikát a jegybankelnöktől?
Hát szét kell szálazni szerintem a személyes, meg a gazdasági motivációkat. Ugye az nyilvánvaló, hogy nem tudom mennyire nyilvánvaló, de legalábbis a kormányhoz közel álló körökben azért közismert, hogy Matolcsy Györgynek a személyes viszonya most a kormányon belül a gazdaságpolitika talán legfontosabb szereplőjével, Nagy Márton miniszterrel kifejezetten rossz. Tehát azok, akik hallgatják az ilyen típusú mondatokat, ezek mögött azért látni vélnek személyes ellentéteket is, ami persze nyilván nem csak személyes ellentét, hanem lehet hatalmi vagy éppen akár gazdaságpolitikai elvi különbségtétel is a jegybank elnök és a gazdasági miniszter között. Ugyanakkor azok, amelyekről Matolcsy György beszél, tehát a válsághelyzet, a költségvetés állapota, az ársapkáknak a tartatatlansága, ezek szerintem csak a kormányzati kommunikációban tiltott területek, de mindenki, aki gazdaságpolitikával foglalkozik, ugyanezekről beszélt az elmúlt hónapokban is. Tehát azt lehet tudni, hogy a kormány soha korábban az elmúlt 12-13 évben ilyen nehéz helyzetben nem volt. A költségvetésben elképesztő lukak tátonganak, több ezer milliárd forintos luk tátong a 2023-as költségvetésben, amit majd most a napokban valamilyen módon a kormánynak be kell valahogy foltoznia. Ez nyilvánvalóan olyan helyzet, amire nem volt példa korábban, és ami részben gazdasági, részben pedig politikai jellegű károkat is okozhat a kormánynak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a leírás, ez a diagnózis, amit a jegybank elnök adott, ez sem mások értékelésétől, sem a valóságtól nem áll távol. Ugye említett a Nagy Márton minisztert, mint aki a mostani gazdaságpolitikára talán a legnagyobb hatással van, de hát ugye a végső döntést azért mégis Orbán Viktor hozza meg ezekben a kérdésekben is. Tehát tulajdonképpen azért a kritika a személyes ellentéttel együtt is azért az mégiscsak elér a miniszterelnöknek a személyéig. Ebben az értelemben igaza van, és a kérdés csak az, hogy ennek milyen konzekvenciái, tehát milyen következményei lehetnek, akár a Matolcsy György jövőbeni sorsára vonatkoztatva, akár pedig milyen politikai kárai származhatnak egy ilyen beszédből. Mondjuk ha a másodikkal kezdjük, akkor azért az látszik, hogy miközben mi beszélgetünk erről a kérdésről, de a hatalomgyár által felügyelt világban ez a téma nem lesz téma. Nem csak a ma esti iradókban, de a következő hetekben sem. Tehát amikor az ember arra számít, vagy gyakran hallom ezt a felvetést, hogy hú, hát ez most Matolcsy György összödi beszéde, és ez most olyan hatást fog kiváltani, mint amit kiváltott egy-egy botrányos megszólalás, vagy jelentős hírértékű megszólalás, nem. Ez a Fidesz szavazók számára ez kevésbé lesz ismert, nem hírértékű a kormánymédiában, hatalomgyár által felügyelt világban az, ami itt elhangzott, ezért a hatásköre is korlátozott lesz. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy belül viszont, hát ez egy robbanás közeli helyzetet fog előidézni. Eddig is köztudott volt már, hogy ez a konfliktus létezik. Ugyanakkor Matolcsy György legfeljebb cikkekben áttételesen fogalmazott így. De azért az, amit most elmondott, az egyértelműen a kormány, és hát azon belül nyilván egy kancellári kormányzásban a miniszterelnök, meg egyébként is nyilvánvaló a Magyarországon minden ilyen esetben a miniszterelnök felelősségét veti fel. Tehát ha azt mondja a jegybank elnök, hogy nem háborús infláció van, hanem a kormány tevékenysége járult hozzá ahhoz, hogy az infláció ilyen magas, és ebben az ársapkáknak van egy 3-4 százalék pontos hatása, akkor nyilvánvaló, hogy itt arról beszél, hogy rossz döntéseket hozott a kormány. Márpedig, ha rossz döntéseket hozott a kormány, akkor azt a kormányfő felelősségét veti fel. Az ellenzék nyilván fog is próbálkozni azzal, hogy Matolcsy mondataira kampányt épít, csak hát még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy nagy reményeket szerintem ezzel kapcsolatban azoknak, akik szeretnék, ha ezek nagy hatást váltanának ki, nem érdemes táplálni, mert ezek csak nagyon korlátozott körhöz fognak eljutni, és a hatalomgyár meg fogja találni azokat a kommunikációs paneleket, meg eseményeket, áleseményeket is akár, meg értelmezéseket, amelyekkel majd ezeket el fogja fedni. A gazdasági helyzethez és a Fidesz népszerűségéhez annyiban térnék vissza, hogy ön is említette, hogy rendkívül stabil a Fidesznek és a kormánynak a támogatottsága, simán nyernék, hogyha most vasárnap lennének választások. Hogy lehet az, hogy egy olyan helyzetben, amikor 20% körüli infláció van, emelkednek a rezsijárak, ugye most arról nem is fogunk már külön beszélni, de hát mégis a
Fidesz egyik legfontosabb választási ígéretéből engedett aztán néhány hónappal később a kormány, és sokaknak, most ugye azt mi mindig nem tudjuk pontosan, hogy hány embernek nőtt meg jelentősen a rezsi számlája, meg a rezsi költségei, de hogy azért mégis érezhetően romlik az életszínvonal jelentősen, hogy egy ilyen szituációban is ennyire stabil a kormány népszerűsége. A kérdés jogos, annál is inkább, mert a 2000-es években, meg a 2010-es években a kutatások azt mutatták, hogy amikor a kormány támogatottság, az aktuális kormányoldal támogatottsága elmozdul, azt általában nem politikai botrányok okozzák, hanem leginkább az embereknek a saját szubjektív gazdasági helyzetértékelése. Tehát amikor az emberek úgy gondolták, hogy a dolgok rosszabb irányba fordulnak, akkor az előbb-utóbb begyűrűzött és láthatóvá vált a kormány támogatottságában, amikor pedig az emberek azt gondolták, hogy most jó irányba mennek a dolgok, akkor az mindig az aktuális kormányoldal támogatottságát is megnövelte. Nem igaz az, hogy a Fidesz így egyenes vonalban haladna 2010 óta, hát voltak a Fidesz támogatottságában is jelentősebb mélypontok, gondoljunk 2012-re, amit szintén egy gazdaságilag nehezebb szituáció idézett elő, de akár 14-15-ben is láttunk hasonló példákat. Ezeket nem az ellenzék tevékenysége hozta elő, hanem minden esetben emögött valami fajta az emberek számára problémaként, nehézségként megélt időszak volt, az vezethetett nagy valószínűséggel ide. Ez az, tehát ebből a hagyományos gondolkodásból, ebből, amit megszoktunk, hogy hogy működik a politika Magyarországon, most is azt kellene gondolnunk, hogy előbb-utóbb majd beszakad a Fidesz támogatottsága. Gondoljunk például 2006-ra, ahol igazán a szocialista párt támogatottsága nagy visszaesést nem az Összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után kapta, hanem már 2006 nyarán, amikor kiderült, hogy egy megszorító politikába fog kezdeni a választások után a Gyurcsány kormány, szöges ellentétben azzal, mint amit a választás előtt ígért. Hasonló lenne most is a helyzet. A logika ezt mutatná, a választás előtt egy nagy költekező politika, majd utána nyilván egy megszorító politika, amiről azért egyre többet beszélnek maguk a kormánypárti szereplők, és ez azt involválná, vagy ebből annak kellene következnie, hogy elindul a Fidesz a lejtőn. És nyilván elindulhat, mert akár a későbbiekben lehet egy nagyobb beszakadás is, hiszen nagyon nehéz védekezni az emberek szubjektív gazdasági helyzetértékelésével szemben, de egyelőre szerintem az a helyzet, hogy egyrészt a válság nem jutott el arra a pontra, hogy ez nyilvánvaló legyen minden ember számára abban a mélységben, másrészt, és ez a fontosabb, szerintem megint ezt a szót használom, elnézést kérek, de szerintem ez a legjobb leírása a rendszer működésének, a hatalomgyár, mint a kormányzás legsikeresebb üzletága, az kiválóan végzi a feladatát és értelmezi át a dolgokat. Tehát az egész nyelvpolitika, a háborús inflációtól kezdve nagyon messze vezetően, akár most az ársapkák, különösen ugye a benzinársapkának, üzemanyagársapkának a nagy valószínűséggel mi hamarabbi eltörléséig, ahol szintén ugye az unió hibája, a szankciók, következményeként kerül a nyilvánosság elé, ezek szerintem hatásosan csökkentik a súlyát ezeknek az ügyeknek. De az, hogy bemegy egy átlagember, aki mondjuk nem foglalkozik nagyon sokat a közélettel való tájékozódással, bemegy a boltba, és azt látja, hogy az, ami mondjuk múlt héten 8000 forintért vásárolt be mondjuk egy hétvégére, az most 13000 forint, mondjuk jó, nem, lehet, hogy nem egy hét alatt, de hogy néhány hét alatt azért radikális változások tudnak következni. Azt a fejében felül képes írni az a nyelvpolitikai trükközés, hogy azt mondják, hogy az infláció, ez a szankciók, Brüsszel és egyebek miatt van. Minden arról szól, hogy ki a felelős. Ugye, hogyha a kormány nem ad magyarázatot, nem készít gondolatmankókat, ahogy például a Gyurcsány kormánynál ezt láttuk, hanem feltartott kézzel áll az események előtt, vagy az eseményeket feltartott kézzel figyeli, akkor nyilván az ember majd maga elkezd gondolkodni, és nyilván hamar megtalálja, hogy ez biztos a kormány miatt van. De hát a Fidesz semmi más nem csinál a választások óta, csak előkészít. Tulajdonképpen a környezetet próbálja meg, a nyelvi, meg gondolkodási környezetet abba az irányba terelni, amitől azt gondolhatja, hogy talán majd tud másokra mutogatni a választópolgár. És igen, ebben a helyzetben persze azt gondolja az ember, hogy a háború,
Ugye a csúnya brüsszeli politika, a szankciók, ha azok nem lennének, hát nincs egyszerűen elkerülhetetlen. Bármit nézünk, jön. Tehát egy 10 éves gyerek is tudja azokat a válaszokat. Most persze más kérdés, hogy ezek meddig lesznek igazán hitelesek. Tehát én azért arra számítok, hogy lesz vesztesége a Fidesznek. Különösen, ha akkora lesz a válság, mint amekkorát most gondolunk róla. Tehát tömeges gyárbezárások, üzembezárások, cégbezárások, megugró munkanélküliség, elszálló árak. Azért ezekből valamit már most látunk. Gazdasági szereplők most mondják, hogy különböző iparágakban nagyon jelentős bezárási hullám fog elindulni, talán az év elején, de már bizonyos helyeken most látni. Tehát vannak adatok, amelyek ezt világosan mutatják, ez előbb-utóbb el fog érni egy szintet, egy kritikus tömeget, amikor már nehéz lesz minden ilyen ügyben valahova mutogatni, de egy dologban biztosak lehetünk. Bármekkora válság is alakul ki, bármekkora veszteségek is lesznek, a kormány soha nem fogja föltenni a kezét. És azt mondani, amit most Matolcsi György mond, mindig lesz magyarázat, és amíg van magyarázat, addig van esély arra, hogy megvédhető legyen a saját pozíciója, hol? Az emberek fejében, ahova ezek a gondolatmankók bekerülnek. Tehát én magam is személyesen emberekkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy az emberek egy jelentős részének van válasza a kihibás kérdésére, nyilván az ellenzéki szavazók, vagy a nem kormánypárti szavazók, azok a kormányt látják mögötte, de a kormánypárti szavazók esetében azért a többségnek van magyarázata. És amíg van magyarázatom egy dologra, addig nem kell megváltoztatnom a pártpreferenciámat. És még egy mondat, bocsánat, mert talán a legnehezebb dolog ez. Tehát sokan azt gondolják, hogy olyan könnyen változnak a pártpreferenciák. Tömegesen nem. A pártpreferencia megváltoztatása, különösen ha már 14-ben, 18-ban, 22-re a Fideszre szavaztam, az irtózatosan nehéz munka. Az bizonyos értelemben a korábbi gondolkodásomnak a kritikáját is jelenti. Tehát most azt mondom, hogy 22-ben a Fideszre szavaztam, de csalódtam bennük, az azt jelenti, hogy én láttam valamit rosszul. Idáig eljutni egy választónak nem olyan egyszerű, tehát nem fog ez tömegesen bekövetkezni, és ráadásul, hogy ez tömegesen bekövetkezzen, az szükség lenne arra, hogy halljuk ezeket a gondolatokat a nyilvánosságban is. Hogy legyen egy ellenzék, amelyik ezt megjeleníti. Nyilván, ha lenne egy Fidesz 1, meg Fidesz 2, akkor a Fidesz 1-nek lenne félnivalója a Fidesz 2-től, ha mind a kettő ugyanazzal az arzenállal rendelkezne. De így, hogy valójában egy teljesen aszimmetrikus helyzet van a nyilvánosságban. Van egy domináns párt, amelyik leuralja a nyilvánosságot, és sokkal professzionálisabb, mint az ellenfele. Rendelkezik egy hatalomgyárral, amely mindig minden fórumon ugyanazt tudja elmondani a választóknak, így én nagyon korlátozottnak látom a lehetőségét annak, hogy a Fidesz jelentősen veszítsen. Ugye említette azt, hogy a Fidesz soha nem fogja feltenni a kezét, és azt mondani, hogy hibázott mondjuk ebben a kérdésben. Hogyha most félretesszük mondjuk ennek a morális dimenzióját, akkor valójában amatőrizmus is lenne, nem? Azt mondani a választók felé, hogy hát ez mi voltunk. Tehát, hogy ez mondjuk ilyen politika-technikai szempontból nem is feltétlenül reális elvárás, hogy beismerjék, hogy valamit rosszul csináltak. Akkor másik kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy többször említette már most is a hatalomgyárat, meg azt a kommunikációs arzenált, ami rendelkezésére, és nyilván a politikai hatalom újratermelődésében abban kiemelten fontos ez az eszköztár. Tud olyan nemzetközi példát, ezt most inkább csak így zárójelbe kérdezem, ahol ilyen szinten, ilyen eszközök állnak rendelkezésére egy politikai pártnak tulajdonképpen? Tehát az, hogy a politikai kommunikáció az nem egy utolsó lépcsőfoka a politikai döntéshozatalnak, hanem áthatja az egészet, az nyilván egy egyszerű felismerés, és ezt a világ nyugati részében és demokratikus politikai rendszerekben is, olyanokban, ahol a kormány és ellenzék között van egy normális hatalomváltási lehetőség és egy valamelyest egyensúlyi helyzet, ott is minden szereplő megteszi. Tehát a példa nyilván ott van mindenhol, az Amerikai Egyesült Államok kormányától, a francia és a német kormányon át, és megpróbálja gondolatmankókkal segíteni a választókat, és nyilván megpróbálja keretezni a mondani valóját. Mindazok a kommunikációs eszközök rendelkezésére állnak. Itt ami újdonság, az aszimmetria és a dominancia. Tehát az, hogy ez a magyar politikában az elmúlt 12 évben, nyilván nem függetlenül az ellenzék állapotától, és nem függetlenül a kormány szándékától, egy olyan rendszer jött létre, amelyben, még egyszer mondom, az ingát kikapcsolták, kikötötték a falhoz. Egyszerűen lehetetlen strukturálisan az ingának az elmozdítása, mindaddig, amíg valamilyen módon ezt a kormány oldal el nem követi azt a hibát, hogy ezt
akár belső válsággal, akár nemzetközi baklövésekkel, akár a gazdaságnak a teljes félreértésével, vagy félrekezelésével újra el nem indítja. De bocsánat, akkor egyébként ezzel azt is mondja, hogy ha nem követel komoly hibát a Fidesz és a kormány, akkor nem tud vele szemben mondjuk olyan erő összeállni, olyan bármilyen tehetséges, nem tudom, ellenzéki felállás lenne, vagy mennyire tiszta lenne mondjuk ott a kép, nem tudják leváltani, tehát hogy csak a Fidesz hibája vezethet el a bukásukig, egy jobb teljesítmény az nem. Vagy fundamentális okok, tehát vagy külső okok, ezért mondtam a nemzetközi viszonyrendszert, vagy még inkább nyilván a gazdaság helyzetét, tehát lehet azért olyan válság, amelyik a legprofesszionálisabban kommunikáló, a hatalmi viszonyokat legjobban szemmel tartó kormányoldalt is el tudja sodorni. Láttunk azért ilyenre példát a világban. De ha ez a helyzet nem következik be, akkor szerintem önerőből az ellenzék, tehát csak azért, mert most elkezd jobban politizálni, jobb embereket állít az élére, nem fogja tudni a választásokat megnyerni sohasem. Tehát szerintem előállt ez a helyzet. Nem volt ez mindig így. Szerintem 2014-ben, de talán még 2018-ban is az építkezés, a hatalomgyár felépítése, a nyilvánosságnak az elfoglalása nem jutott el erre a pontra, de ma itt vagyunk, nyilvánvalóan ezen a ponton vagyunk. Soha ekkora hatalma nem volt még a Fidesz kormánynak, mint most van, és ezt a hatalmat professzionálisan képes is irányítani, kezelni. Ezért szoktam azt mondani, hogy szerintem, ha meg kellene mondani, hogy ki a legsikeresebb és legpótolhatatlanabb tagja ennek a kormánynak, akkor nyilvánvalóan Rogán Antal nevét említeném. A gazdasági környezetről beszéltünk most, ugye ön is említette mindkét fontos fundamentum a nemzetközi környezet, és majd beszélünk a belső udvarnak a mozgásairól is. Nemzetközi környezettel kezdeném, mégpedig azzal, hogy úgy tűnik, hogy nincsen megállapodás az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság és a magyar kormány között. Minek köszönhető az ön szerint, hogy egy ilyen hosszas tárgyalási folyamat ennyi feltétel teljesítésének az ellenére sem sikerült a megegyezésre jutni? Szóval nem hitegetem magamat azzal, hogy én ezt pontosan átlátom, és pontosan tudom, hasonlóan mondjuk legalább, mint a magyar viszonyokat, hogy milyen játszmák zajlanak. Ugye az embernek nyilván feltételezései vannak, de azt gondolom, hogy ezek a kérdések összefüggnek egymással, tehát a nemzetközi helyzet alakulása, a gazdasági helyzet alakulása, ezek egymásra hatással vannak, és amit én ebben a folyamatban a legfontosabbnak, a változás szempontjából legfontosabbnak látom, az nyilván a háború. Tehát szerintem az orosz-ukrán háború, Oroszország agressziója volt az, amely az uniót, de leginkább az uniót alkotó komoly, nagy tagállamokat hát átgondolásra késztette a magyar kérdéssel kapcsolatban. Ugye mit láttunk korábban? Azt láttuk korábban 2010 után, hogy az Unió nem érti a magyar helyzetet, de valójában egy fogatlan oroszlánként próbál vele szemben küzdeni, inkább megszelídíteni akarja a magyar kormányt, és nem veszi azt észre, hogy itt erővel szemben erőt kell alkalmaznia. Nekem mindig az volt a prognózisom, talán még önnel beszélgetve és egyszer valahol egy padon, arról beszélgettünk, hogy én azt gondolom, hogy az Uniótól nem kell tartania a magyar kormánynak. Az Unió alatt, persze amikor ezt mondom, hogy Unió, én nem a brüsszeli bürokratákat értem, hogy a kormányzati kommunikáció kezeli, hanem nyilván ilyen, hogy Unió nincs, az Uniót alkotó fontos tagállamok vannak, és azoknak az érdekei, meg azoknak a felfogása. De azért a háború megváltoztatta ezt a helyzetet. Nyilván a háború kirobbanása előtt is már elkezdődtek ezek a tervezgetések, tehát amiről most beszélünk, ugye a feltételességi mechanizmus, korábban jogállamisági mechanizmus gondolata, az már a 2010-es évek elejéről származik, de az, hogy ezek most élesítésre kerültek, és hogy ezeket láthatóan alkalmazza is az Európai Unió, persze nem tudjuk még a tanácsnak a végső döntését ebben az ügyben, az szerintem összefügg azzal, hogy hát próbáljunk nagyon diplomatikusak és korrektek lenni, tehát hogy mi a látszat, vagy mi a percepció a magyar kormány orosz kapcsolatát, orosz barátságát illetően. Szóval látszik, hogy Magyarország politikája az orosz-ukrán háborúban, nem fogok újdonságot mondani, az jelentősen eltér attól, ahogy az Európai Unió más tagállamai, különösen a jelentős tagállamai, bár azok sem mindenben értenek egyet, de mégis ettől a főáramtól jelentősen eltér. Ráadásul
Magyarország több alkalommal is dugdosta a küllők közé a botot, és fenntartásait jelezte még számos más ügyben is. De azt nem minden szankciós csomagot megszavaztak. A szankciós csomagokat megszavazta, de vannak azért olyan fontos dolgok, amelyekben továbbra is jelzi azt, hogy esetleg vétóval élhet, és egyébként az Unió számára fontos nyilatkozatok, vagy egyéb valamilyen oknál fogva az uniós politikában ezek kifejezetten fontosak. Esetében is sokszor volt olyan, hogy a magyar kormány igényei miatt kellett eltérni attól, ami az eredeti szándék volt, nem úgy tudott megvalósulni. Tehát a magyar probléma sokkal fontosabbá vált, mint volt korábban. Tehát amíg 2010-es években arról kellett folyamatosan csak tárgyalni, akkor milyen a magyar médiahelyzet, ez nem, most őszintén szólva, egy német politikust, egy francia politikust miért érdekli ez? Nyilván nem érdekli. Vannak tisztelt a kivételnek, akinek van egy érdeklődése, de őszintén szólva minket se igazán érdekel a portugál, vagy éppen a svéd médiahelyzet szerintem. Onnantól kezdve viszont, hogy már ez az ő politikájukat érintette, hiszen az ukrán-orosz háború kapcsán Magyarország egy bizonytalansági tényezővé vált, szerintem innentől élesedtek, innentől nőttek meg a fogai ennek az oroszlánnak, és most már jól láthatóan ráérzett az Európai Unió arra, hogy mi fáj a legjobban Magyarországnak. Ezért be akarják törni a magyar kormányt ilyen szempontból? Igen, meg akarják akadályozni azt, hogy Magyarország még több dolgot tudjon megakadályozni. Én nem hiszem, hogy az Uniónak az lenne a célja, hogy Orbán Viktort megbuktassa, vagy akár az Uniót meghatározó fontos országoknak. Ilyen célok lehet, hogy egyes politikusok fejében vannak, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb számukra az, hogy Magyarország ne jelentsen problémát. És egyébként az a politikai stabilitás, ami Magyarországon van, az nem hogy probléma, hanem kifejezetten kellemes adalék szerintem az Unió a fontos európai partnerek számára. Miért? Sokkal egyszerűbb együttműködni egy országgal, ahol kiszámítható a politikai rendszer. Ha ez a kiszámíthatóság egyben azt is jelenti, hogy az ő érdekeik nem sérülnek. Most viszont azt lehet látni, hogy Magyarország egy probléma. Az a feltételezés, megint akkor fogalmazunk így, vagy az a látszat, hogy Magyarország a Oroszországnak valami fajta előretolt helyőrsége, az nyilvánvalóan egy bizonytalanságot jelent, egy kockázatot jelent. És ezeknek a fontos szereplőknek ezt valahogy rendeznie kell, helyre kell tennie. És most abban a helyzetben vannak, hogy éppen a gazdasági nehézségek okán, ez nagyon fájdalmas döntés, hogyha Magyarország 3000 milliárd forinthoz nem jut hozzá. Akkor, amikor több ezer milliárd hiányzik a jövő évi költségvetésből, amikor láthatóan nagy nehézségei vannak a kormánynak. Hát látjuk azt, hogy egy beruházási, fejlesztési miniszter, az pont egy leépítési minisztériumként kell, hogy üzemeljen. Tehát, hogy tényleg minden ponton, bár a kommunikáció ezt nyilván próbálja elfedni, de aki figyeli, látja, hogy nagyon kellemetlen döntésekre kényszerül a kormány, akkor ez az egy terület van, ahol fájdalmat lehet okozni, vagy ahol el lehet azt érni, hogy végül a számukra fontos ügyekben a magyar kormány másképp döntsön. Egy felvetésem lenne még a kormány uniós politikájával kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy csendben, de azért valamennyire eszkalálódik ez a konfliktus, hogyha azt vesszük, hogy a Brüsszel által kért törvényekre hivatkozva ugye nem ratifikálja már hetek, sőt hónapok óta a parlament a svéd-finn NATO csatlakozást, amit tekinthetünk egy nyomásgyakorlási kísérletnek is a kormány részéről. Eredményes lehet ez szerint? Vagy kifizetődő lehet ez a stratégia? Arról van szó, hogy nyilván a magyar kormánynak is kell érveket gyűjtenie, vagy legalább néhány jó kártyát magához húznia. Ha túl korán teljesítette volna ezeket, tehát mondjuk szeptemberben megszavazza, akkor az egy gesztus gyakorolt volna, de azt gondolom, hogy a magyar kormány gondolkodásából ezek hiányoznak. Tehát a magyar diplomácia ezt nem érti, én azt látom. Tehát gesztus gyakorolunk, anélkül, hogy kapnánk valamit. Akkor csak várjuk, hogy kapjunk valamit. Sokkal inkább ez a hagyományos kufár diplomácia működik, tehát, hogy majd akkor adunk valamit, ha te adsz valamit, és így viszont érdemesebb elrakni jövőre nézve ezeket. Nem lehet egyébként az, bocsánat, hogy ezzel mondjuk azért egy nemzetközi biztonsági helyzetet is veszélyeztetnek akár? Tehát az, hogy hátráltatják, nyilván, hogy ott van Törökország is, de hogy mégis az a magyar kormány is hátráltatja azt, hogy Finnország és Svédország a NATO tagja legyen, tehát azért itt, mintha a tétek is nőnének. Igen, de azt hiszem, hogy ez a gondolkodás hiányzik a kormány meghatározó
stratégáinak fejéből, de sokkal inkább az a gondolkodás, hogy hogyan lehet a saját érdekeiket érvényesíteni, ami szerintem érthető egy ilyen nemzetközi vita vagy nemzetközi konfliktus esetén. Úgyhogy talán ez az a pont, amivel leginkább értem, hogy mit és miért csinál a kormány. Általában a nemzetközi mozgásterével kapcsolatban az Orbán kormánynak kérdezném, hogy milyennek látja a helyzetet, és lenne három szempontom ehhez. Az egyik, hogy Szijjártó Péter továbbra is kijár Moszkvába és tárgyal gazdasági kérdésekről, legalábbis amit mondjuk tudunk hivatalosan. Az amerikai félidős választásokon elmaradt az a republikánus előretörés, amit ugye nagyon vártak a Fidesz kormány tagjai, illetve az új olasz kormány háborúval kapcsolatos politikája például, illetve Ukrajnával kapcsolatos politikájában azért nincs összhang mondjuk az Orbán kabinetnek a hozzáállásával. Szerintem az alapvető kérdés az, hogy lehetett-e volna mást a kormánynak tennie. Tehát azt látjuk, hogy szerintem az értékelés az, hogy sokak várakozásával szemben nem lett 180 fokos fordulat. Lett egy kis korrekció az orosz-ukrán háborút követően, de az első adandó alkalommal, amikor vissza lehetett térni a különutas politikához, a kormány visszatért. És minden egyes alkalommal, amikor úgy érzi, hogy van, el lehet még tovább menni, lehet másképp, arra mennek a többiek, akkor mi azért egy kicsit megpróbálunk erre menni. Tehát a döntés az lett, láthatóan, hogy ebben a nemzetközi erőtérben folytatja Magyarország a különutas politikát, nem szakít az orosz politikával, nyilván ahol ez elkerülhetetlen, ott megteszi a megfelelő mondatokat, de ezeket nem Orbán Viktor mondja ki, hanem Novák Katalin. Novák Katalin utazik, és ha Orbán Viktornak valamit kell mondani, akkor azt mondja, hogy bár nem szívesen, de támogatjuk Ukrajnát. Tehát szerintem a lehető legmesszebb vagy a lehető legtovább kitart a korábbi politikája mellett. A kérdés az, hogy lehetett-e volna ezen változtatni, illetve szükség lett-e volna erre a változtatásra. Nyilván ezt az orosz politikának az indokait, motivációit, mélységét nem tudom megítélni. Ahogy szerintem ön sem, a minket figyelők sem igazán látják, hogy pontosan mi az a kötés, kötelék, motiváció, ami a kormányt erre a politikára ösztönzi. Ezt az energiafüggőség, az lehet egy válasz? Az elegendő válasz lehet? Akkor inkább így kérdezem. Nyilván lehet az is egy válasz, lehet, hogy ez egy stratégia, ez egy elvi kérdés, ez egy vízió, és nyilván sok más alapja is lehet, és ennek az elköteleződésnek mi a mélysége, hogy ez meddig jutott el. Tehát ilyet, ha Orbán Viktor akart volna, ebből kihátrálhatott-e volna. Ezt nem tudjuk megítélni, talán majd 50-60-70 év múlva történészek erről többet tudnak mondani. A másik kérdés az, hogy lett-e volna értelme ennek a típusú változásnak. És én azt gondolom, hogy azért szólnak amellett érvek, most teljesen lecsupaszítva a kérdést, szólnak amellett érvek, hogy talán ez volt a racionálisabb megoldás a kormány számára. Tehát annyi kárt szenvedett már el a különutas politikájával, annyi negatívum érte a magyar kormányt, kritika, amiket mind végig kellett küzdenie uniós szinten, az amerikai-magyar viszonylatban, hogy talán érdemesebb most már ezen a nyomvonalon maradnia, mert hátha úgy fordul a történelmi szerencse, nyernek a republikánusok Amerikában, az európai gazdasági vészhelyzet fontos, radikális változásokat hoz Nyugat-Európában, nem csak Olaszországban nyernek a radikális jobboldaliak, vagy jutnak kormány közelébe, hanem esetleg Franciaországban, Németországban, az uniót meghatározó országokban. Hát, amit korábban Orbán Viktor vizionált, talán emlékszik rá, ugye a lázadás éve. Lehet, hogy éppen 2023-ban történik meg a lázadás éve, és esetleg az orosz-ukrán háború is úgy ér véget, hogy az az értelmezés, amit a kormány mond, az lesz a domináns. Én erre több esélyt látok, mint arra, hogyha Orbán Viktor hátat fordított volna a korábbi orosz politikájának, Amerika ellenes politikájának, euroszkeptikus politikájának, akkor az hiteles lett volna, és az hozott volna neki plusz támogatást nyugatról. Szerintem ezt nem tudta volna meghozni. Azáltal, hogy kitart valamennyire az orosz politika mellett, azért ennek lehetnek komoly jövőbeli hasznai az ő politikája számára, ugyanez igaz a keleti nyitás más
célországai esetén is. Tehát ez a különutas politika szerintem most már 12 éve ment befelé az erdőbe a kormány, szerintem most már butaság lett volna. Szóval szólnak érvek amellett, hogy kizárólag csak hatalomtechnikai szempontból a visszafordulás rosszabb lett volna, ráadásul mondjon egy olyan területet, ahol valóban őszinte visszafordulás jellemezte volna Orbán Viktort. Ő megy, aztán meglátjuk, hogy ez meddig fog eljutni. Jó, beszéljünk a hatalom, vagy a hatalmi centrum körüli, vagy az udvar tartásnak a mozgásairól, amit hát azért nehéz erről bármit mondani, mert hogy kívülről nézve nem tűnik úgy, mintha nagyon jelentős változás lenne mondjuk a választási eredmény óta, vagy tehát hogy az előző Orbán kormány és a mostani Orbán kormánynál egyrészt a kormány szerkezetében történtek személyi változások, de az, hogy kik a meghatározó szereplők és az ő feladataik, abban én legalábbis nem látok változást önnek. Ön hogy látja ezt? Én látok változásokat, de először nézzük messzebbről. Tehát tisztán az elefántcsont toronyból figyelve azt, ami történik, könnyen juthatunk arra a gondolatra, hogy amikor szűkülnek a források, amikor rosszabb a gazdaság helyzete, az még az udvaron belül is okozhat feszültségeket. Ez még csak közel se kell menni az udvarhoz, hogy ezt gondoljuk, ez mindenhol a világtörténelemben így történt, személyes tapasztalataim szerint ez most Magyarországon is így történik, nincs ebben kivétel, ez nem meglepetés. Tehát az, hogy 2022 előtti állapotokhoz képest most nyilván ezt erős lenne mondani, hogy a robbanás veszély erősebb, de szikrák azért jobban jelennek meg ebben a körben, mint korábban. Hiszen nyilván itt érdekekkel rendelkező szereplőkről van szó, akik korábban rengeteget vettek ki a közösből, most a közösben kevesebb van, nyilván sokkal nehezebb odaférni, és itt az udvaron belül, minden udvaron belül, minden politikai rendszerben korábban is, a fő ellenség az nem az ellenzék soraiban ül, vagy a hatalom nélküliek között, hanem nyilván ott mellettem, velem szemben, a díszpáholyban, a VIP-páholyban, akárhol, vele küzdök a forrásokért, és nem az ellenzék politikusaival, vagy véleményvezéreivel. És azt gondolom, hogy ez az, amit kívülről lehet látni, amit ha egy kicsit közelebb lépünk és beszélgetünk háttérben szereplőkkel, háttéremberekkel, szürkezónás emberekkel, akkor pedig azt lehet látni, hogy talán a korábbiaknál jobban kialakultak táborok, csoportok, erővonalak a kormányon belül, szövetkeznek szereplők itt az udvaron belül, és mintha lenne 3-4 olyan érdekkör, amit most persze nyilván nem fog, hiszen ez nincsenek olyan forrásaim, amelyek áttekinthetőek lennének, vagy átláthatóvá tehetőek, de én úgy látom, hogy van 3-4 olyan érdekkör, amelyeknek a küzdelme a korábbiaknál élesebbé vált. És de tudja az valamilyen szinten konkretizálni, ha nem is feltétlenül hát nyilván, mindenkit név szerint, de hogy azért úgy... Hogy néz ki a magyar miniszterelnök udvara, vagy udvartartása? Nyilván nem úgy néz ki, mint a nyugat-európai politikatudományi tankönyvekben, hogy van a politikai elit, vagy politikai osztály, meg a gazdasági szereplők, meg a kulturális elit, hanem úgy néz ki, hogy nyilván keverednek ezek a szereplők, és politikusok és gazdasági szereplők, különösen befolyásos politikusok és jelentős gazdasági szereplők tudnak hálózatokat vagy szövetségi rendszereket alkotni. Ezek egy része miniszter, egy másik része politikán kívüli, de valójában az udvarhoz tartozó szereplő. Tehát annál többet nyilván nem tudok ezzel kapcsolatban itt a nyilvánosság előtt elmondani, de én azt látom személyes tapasztalataimból, hogy ezek az érdekkörök, ezek most mintha maguk is felismerték volna azt, hogy csak egymástól tudnak újabb forrásokhoz jutni. Ezen érdekkörök felett persze mindig ott a miniszterelnök, aki gondosan ügyel arra, ez már nem is kamarilla politika, ez hatalompolitika, hogy az udvarában rend, de folyamatos káosz is uralkodjon egyszerre, hogy ugye ezt oly sokan megzenélték már, vagy elmesélték, hogy a bölcs fejedelem az hogyan intézi a dolgokat, maga hoz létre káoszt, és aztán teremt mindig rendet, ez folyamatosan zajlik, csak ha egyáltalán valahonnan szerintem a jövőben fenyegetheti veszély Orbán Viktornak a hatalmát, vagy a hatalmi berendezkedést, az szerintem nem Gyurcsány Ferenc, vagy az ellenzéki pártok, hanem ez a terület, ahol nyilván
Ha rosszabb lesz a gazdasági helyzet, ha az elosztható források szűkölnek, akkor a feszültségek növekedhetnek. Számít olyan szintű konfliktusra, nyílt konfliktusra, most akár mint volt az Orbán-Simicska konfliktus, vagy mondjuk egy szinten lejjebb a Rogán-Lázár konfliktus, ami hát most úgy tűnik, hogy például az utóbbi két szereplő a kormányban teljesen problémamentesen és harmonikusan együtt dolgozik. Hát így van, és még vegyük oda Pintér Sándort, akiről köztudott volt, legalábbis mondjuk oknyomozó újságíró vagy cikkekben, hogy a választások előtt milyen komoly konfliktusa volt Rogán Antallal. Ezek a szereplők most mind bennülnek a kormányban. Ugye ennél erősebb emberekből álló kormánya még nem is volt Orbán Viktornak, aki pedig szerette azt, hogyha az igazán fajsúlyos pártpolitikai szereplők nincsenek bent. Most szerintem érezve az, hogy a válság az egy sajátos kormányzást fog igényelni, ezért minden ilyen jelentősebb szereplők, ide vehetjük még Navracsis Tibort is, akinek szintén volt konfliktusa, sok itt megénekelt szereplővel behozott a kormányába. Azaz most a magyar kormányban egyrészt van egy ilyen, hát erős politikai alap, tehát jelentős, fajsúlyos szereplők, akikről köztudott, hogy egymással nincsenek éppen a legjobb viszonyban, valamint mellette ott van ez a gazdasági szereplőből lett kormánytagoknak a most már színesedő palettája, ugye Lantos Csabával is. Tehát ez egy kicsit ebben az értelemben kevert kormányzás. A kérdésem meg arra vonatkozott, hogy számítok-e ilyen konfliktusokra? Nyilván olyanra nem, mint ami a Simicska-Orbán konfliktus volt. Arra sem igazán. Inkább arra számítok, hogy a háttérben a szereplők között lehetnek olyan konfliktusok, amelyek mondjuk például elvezetnek egy miniszter lemondásához, vagy olyan változásokhoz, amelyekről a nyilvánosság is értesülhet. Tehát egy-egy lemondás, vagy egy-egy interjú nyilatkozat lehet az, ami mögött majd megtalálhatjuk azokat az érdekköröket. Hát gondoljunk csak például Palkovics miniszter lemondására, akiről szintén köztudott volt, hogy néhány érdekkörnek azért az útjában állt, és mondjuk az ő távozása mögött, bár nem azt állítom, hogy ez volt a kiváltó oka, de azért lehetett tudni, hogy ezen érdekkörök egy jelentős része nagy örömmel fogadta azt, hogy végül ő távozott a kormányból. Ilyeneket el tudok képzelni a jövőben is. Mondom még egyszer, a szűkülő források miatt egyre inkább ennek egyre komolyabb tétje lesz az egymással szembeni hatalom, és nyilván anyagi tőke szerzésnek. Beszéljünk az oktatásról is. Szeptember végén bocsájtottak el 5 tanárt a budapesti Költséggimnáziumból, és utána hát eltelt 2 hónap, és a tiltakozásoknak a hevessége az úgy tűnt, hogy azért az kezd valamelyest csökkenni. A kormányzati kommunikáció nagyon óvatos volt a tanárok, diákok kiállásával, tehát még korábbi években azért sorosozták a CEU mellett kiálló diákokat, és elég kemény hangnemben beszéltek róluk mondjuk a kormányzati médiában. Most azért elég finoman fogalmaztak, miközben azért a tüntetők pedig elég karakán és kemény kiállásokat tettek, akár a transzparenseken keresztül. És tehát, hogy eltelt 2 hónap, úgy tűnt, hogy minden elcsendesedik, és ehhez képest még néhány nappal ezelőtt, december elején megint kirúgtak 8 tanárt Budapesten. Hogy lehet ebben valamilyen fajta politikai tudatosságot, vagy ez éppen így jött ki a lépés? Hát nehéz azt mondani, hogy nem látok benne semmilyen politikai tudatosságot, mert nyilván ez a kormány azért nagyon ügyel arra, hogy egy-egy ilyen döntés, fajsúlyos, nagy nyilvánosságot keltő ügy mögött legyen politikai racionalitás, megfontolás, terv. Ugyanakkor nyilván azért arra is van példa, még egy ilyen jól szervezett, fegyelmezett, központosított rendszer esetében is, hogy egy-egy döntés mögött valami fajta átgondolatlanság, vagy éppen hivatali szemlélet lapul meg. De azért én inkább az elsőre gondolnék arra, hogy nem véletlen, hogy az ügy kezelése változott a legutóbbi időkben. De azért először az ügyről is beszéljünk néhány szót, hiszen ez az ügy megint csak, mint csebben a tenger mutatja, hogy mi itt beszélgetünk róla, meg sokaknak ez a legfontosabb témája, de azért ez az ügy nem létezik a hatalomgyár által uralt nyilvánosságban. Tehát ha kormánypárti médiát hallgató, vagy azt gyakran fogyasztó szereplővel beszélgetünk, az alig-alig értesül erről, vagy ha értesül róla, van gondolatmankója, ami alapján értelmezi, hogy hát egy ilyen válsághelyzetben a tanárok nem bírnak várni arra, hogy az Európai Unió megadja azt a pénzt, ami majd a bérnövekedésüket előhozhatja. Tehát azért ez egy jól kezelt, hatalomtechnikailag jól kezelt ugye a kormány részéről, ugyanakkor egy olyan téma, ami azért személyesen rengeteg embert érint,
gyerekeink keresztül, stb. Stb. Ezért itt azért nehéz, sokkal nehezebb, mint egy kevésbé átlátható ügyben, hogy az embereknek ne legyen személyes benyomása. Ezért valamit kezdeni kell vele a kormány oldalról is, és ez a válasz született, ami inkább a további megmozdulásoknak szerintem a megakadályozását és nem az eszkalációját szolgálták. Ugye az egyik magyarázat közismert ilyen véleményvezéri körben az, hogy ez a nagyon gonosz kormány, ez tudatosan hergeli a tanárokat, hogy ezáltal elfedjen más problémákat. Igen, mert hogy talán akkor majd az emberek jobban haragszanak a tanárokra, én ezt nem gondolom. Hát vagy ugye az a mondás, vagy az egyik értelmezés, hogy addig az jobb a kormánynak, hogyha mondjuk a nyilvánosság egy jelentős részében nem a megélhetési kérdésekkel foglalkoznak, hanem azzal, hogy oktatási ügyek vannak terítéken. Igen, de szerintem, ha így gondolná a kormány, akkor hibát követne, mert szerintem ezek a kérdések összeadódnak, és eleve mindenfajta tiltakozás, különösen egy olyan szakma esetében, még egyszer mondom, ami nem, nincs távol az emberektől. Tehát most, hogyha most a pékek tiltakoznának, bár az is közel van az emberekhez, nem is jut eszembe olyan példa, de mondjuk nem tudom, az atomfizikusok tiltakozása az biztos nem kísérné ilyen társadalmi figyelem, de most ezt nyilván kíséri, mert mindenkinek a tanáráról, az iskolájáról van szó, bár azért hozzáteszem, amikor arról beszélünk, hogy ez mekkora kört érint, akkor tényleg nagyon jelentős kört, de kicsit elmegyünk vidékre, ott már alig-alig találkozunk tiltakozó tanárokkal, meg erről egyáltalán értesülő szülőkről, legfeljebb a nyilvánosságon keresztül. Igen, de közben pedig azért az is látszik, hogy mondjuk a egyházi iskoláknak a pedagógusai is szerveztek már külön demonstrációt, ami azért jellemzően egy a kormányhoz közelebb álló rétegeket érintett gyerekek odajárnak. Nyilván ez az elit valószínűleg, de azzal együtt is azért beszivároghat. Igen, ez a jó szó, amit ő mondta, hogy beszivárog, betüremkedik, időnként megjelenik, tehát azért ez egy veszélyes téma a kormány oldal számára. Én nem gondolom, hogy azért rúgták ki a tanárokat, hogy még nagyobb legyen a tiltakozás, és hogy ezt életben tartsák. Inkább azt gondolom, hogy rossz számítás volt, ami emögött állt, vagy pedig egyértelműen az a számítás állt mögötte, hogy ezáltal megfélemlítsék a tanárokat és a további tiltakozásoknak elejét vegyék. Hát most ugye az látszik, hogy még többen kezdtek el polgári engedetlenségi akciókat. Majd nézzük azért meg ezt hetek múlva, mert én azt gondolom azért, aki Magyarországon arra számít, hogy megfélemlítéssel lehet elérni politikai sikert, az nem kalkulál olyan nagyon rosszul. De azt gondolom, hogy persze gondolhatjuk azt, hogy mennyi karakán tanár lesz ezáltal, de azért a megfélemlítésnek Magyarországon, meg nyilván ebben a régióban van történelmi hagyománya, és van történelmi sikere is. Tehát én azt gondolom, hogy miközben lehet, hogy budapesti értelmiségi körökben azt gondolják, hogy ez mekkora öngól volt a kormány részéről, ha tényleg ez volt mögötte, én azt hiszem, hogy az egész országot figyelve ez nem egy rossz számítás, sajnos. De akkor azt is gondolja egyébként a döntésnek a meghozatalával kapcsolatban, hogy egy ilyen szintű lépést azt mondjuk a miniszterelnök udvarának a jóváhagyása nélkül azért nem hoznak meg? Hát ez nem is kell az udvar, az udvar az egy más téma szerintem, ez hatalomgyár. Hát úgy értem, hogy igen, arra. Igen, ez hatalomgyár, ez hatalomgyárban születik meg minden ilyen döntés. Most nyilván lehetett volna azt gondolni, hogy az első kirúgások azok még egy elhamarkodott hivatali döntés alapján születtek meg, de azt ne gondoljuk, hogy most így hetek után, miután a téma napirenden van, ne lenne közvetlen vezérlése ezeknek a döntéseknek. Igen, azt gondolom, tehát a döntésről nyilván kellett értesülnie, sőt, hát magának a hatalomgyárnak kellett ezt a döntést meghoznia. Nagyon sokat beszéltünk a hatalomról, kormányról, de azért van az éremnek egy hát lényegesen kisebb, de másik oldala is, az ellenzék. Egyáltalán a választások óta eltelt hónapok alapján van értelme ellenzékről, vagy egységes ellenzékről beszélni? Egyáltalán van értelme az ellenzékről beszélgetni? Ez a kérdés szerintem, ami megelőzi azt, amit... Mert az lenne a válaszom, hogy nincs, de akkor nem mondanánk róla semmit. Én azt gondolom, hogy az ellenzék nem része ennek a mai magyar politikai berendezkedésnek, legalábbis nem releváns része, nyilván fontos szereplője, mint vudubábú a kormány oldal számára, vagy mint feszültséglevezetés, szelep, sok minden. De valójában hatalmi értelme az ellenzéknek nincs
relevanciája, nem várható, hogy az ellenzék olyan dolgot tud tenni, amiből bármi következik, ami megingathatja a kormány helyzetét. Azt az ingát, amit már sokatszor mondom, hogy kikötöttek, azt az ellenzék nem fér hozzá. A legnagyobb tehetségű ellenzéki vezető sem tudna hozzáférni. Ugyanakkor arról meg mégis van értelme beszélgetni, hogy ha esetleg a más okból, akár a kormány oldal belső hibái, nemzetközi ügyek, vagy akár gazdasági nehézségek okán az ellenzék mégis helyzetbe kerülne, akkor milyen állapotban van most, és hát azt gondolom, ha végignézzük a választások óta eltelt időszakot, akkor alig-alig látjuk az ellenzéket, és amit látunk belőle, az sem éppen ad okot a reménykedésre az ellenzéki választóknak. Én azt gondolom, hogy egyetlen olyan innovációnak számító dolog történt, az ellenzéki térfélen, amit az árnyék kormány felállításaként szokás mondani, ez ugye a DK-tól származik, a DK mutat időnként parlamenti politizálásra, vagy ellenzéki politizálásra utaló jeleket. Néha talán Ungár Pétertől és az LMP-től lehet azt látni, mintha ők is abban gondolkodnának, hogy van egy hosszú távú tervezés, tehát a többieket nem látjuk, nem halljuk, nem érzékeljük. Pártelnökváltások mentek végbe az MSZP-nél, a Jobbiknál, a Momentumnál, tehát nem csak az okoz kihívást, hogy az ember megmondja, hogy kik az új pártelnökök, hanem az még inkább, hogy mi az, amit ők másképp csinálnak. Ez persze nem igazán méltányos, mert nyilván aki mondjuk követi az ő közösségi médiás, tehát közvetlen kommunikációjukat, az látja, hogy a Jobbik elnöke, az MSZP elnökei, vagy éppen a egyéb más pártok vezetői is időnként megjelennek, megszólalnak, interjúkat adnak, de nem áll össze a politikájuk, és nyilván nem is tudja áthatolni azt a falat, ami az ellenzéki nyilvánosságot veszi körbe. Tehát ahogy az elején kezdtük, a hatalomgyár által felépített rendszerre az ellenzék semmilyen veszélyt nem jelent, megvan a kis játszótér, a homokozó, vagy ha még jobb hasonlat, a mókuskerék, amelyben a kis mókusok futkároznak, körbe megy a kerék, de valójában ebből kitörni nem tudnak, és nem is látom annak lehetőségét, hogy ez a jövőben megtörténjen. De az képességbeli, illetve az adottságokból vezethető le, vagy mi az oka annak, hogy mondjuk van egy olyan szintű helyzet, amiről ön is beszélt, hogy olyan gazdasági nehézségekkel kell, hogy szembenézzen a kormány, amivel még eddig nem nézett szembe, és ehhez képest azért az nem látszik, hogy a rezsivel, inflációval ellenzéki pártok érdemben foglalkoznának, hogy nincs pénzük, nincs meg a tudásuk hozzá, vagy az akarat is hiányzik. Úgy kezdjük ezzel a képességbeli történettel, mert ugye olyan van, láttunk a világban arra példát, hogy váltó gazdálkodási jellegű politikai rendszerekben az ellenzék hosszabb, rövidebb időre tehetségtelen vezetők irányítása alá kerül, és nem tud igazán komoly politikai szerepet kapni. Ha csak a brit politikát tekintjük, ugye volt a Munkáspártnak is egy elég hosszú időszak a Tony Blair előtt, amikor a tehetségtelenebbnél tehetségtelenebb vezetői voltak. Tehát nyilván ebből következhetne az is, hogy hát várhatja a magyar baloldal is a saját Tony Blairjét, vagy akárkiét, hogy majd eljön. Csak azt gondolom, hogy azért itt a dolgok összefüggnek egymással, tehát ezt a tehetségtelenséget, vagy képességbeli hiányokat, ezt nem a véletlen alakítja jelenleg az ellenzéknél, hanem mindaz a 12 év, amit ezt megelőzően láttunk, az a hatalmi rendszer, amiről sokat beszéltünk, tehát az orbánizmus az, ami valójában hát nem teszi lehetővé, hogy az ellenzék, ha csak valami véletlen nem következik be, vagy csoda az ellenzék szempontjából, hogy ennél tehetségesebb, jobb politikai vezetőket találjon, akiknek több tehetségük van arra, hogy hogyan lehet legalább abból a kevésből építkezni. De mondom, hogy szerintem nem véletlen, tehát a kontraszelekció, az ellenzéki politizálás színvonalának a lesüllyedése, a nyilvánosság kezelése, az nem véletlenül van így, ahogy van. Abban azért a kormányoldal is jelentős mértékben alakítóként jelent meg az elmúlt időszakban. Nyilván hatalmi viszonyokban is az ellenzéki rivalizálásban, de amúgy azzal is, hogy egyszerűen ezzel a rendszerrel szemben egyre kevésbé gondolja szerintem normális ember azt, hogy neki érdemes lenne politikusként részt venni ebben a politikai rendszerben. Még egy gondolat erejéig visszatérnék az árnyék kormányra. Ugye azt úgy említettem, mintha ez egy politikai innováció lenne, vagy tehát, hogy ezt a kifejezést használta rá. Mennyire
lehet ez fenntartható. Most akár abból úgy kérdezve, hogy hát 4 év múlva lesz a következő választás, 4 évig azt fogja csinálni a DK árnyék kormánya, hogy mindig kiállnak, elmondják, hogy milyen határozati javaslatot nyújtottak be, aminek aztán nem lesz semmilyen következménye. Ez úgy tűnik azért, hogy ez gyakorlatilag erre néhány hét alatt is ráunhatnak a saját választóik. Jó, szóval amikor azt mondom, hogy innováció, akkor persze látni kell a kínálatot. Tehát a semminél valamivel több az, amit a DK tett, és ebben valami azonosulásra, valami azonosításra lehetőséget adó dolog az árnyék kormány, amivel lehet szerepelni, árnyék kormány pénzügyminisztere mit mond, az árnyék kormány ülésezik. Ez hatásos? Tehát, hogy látja ennek mondjuk a fogalatját? Hát hatásosabb, mint amit a többi párt csinál. Tehát nyilván most ha elkezdenénk gondolkodni dolgokon, mit lehetne az ellenzéknek, akkor talán ennél jobbakat is ki tudnánk találni néhány perc alatt, de mégis ez valami, ami megvalósult, valami, amivel lehet azonosulni, és ami legalább a DK politikai szimpatizánsai számára valami reményt ad, ugye? Hogy van egy árnyék miniszterelnökük, árnyék kormány tagok, de mondom, már most többet beszéltünk róla, mint amennyit érdemel a történet, de ugyanakkor azért mégis el kell ismerni legalább azt, hogy ez egy olyan ötlet, amit lehet futtatni, amit szereplésként végig lehet vinni. Én nem hiszem, hogy ez az a problémája az ellenzéknek, hogy a szavazók ráunnának arra, amit kitalál. Nem, hát az a problémája az ellenzéknek, hogy láthatatlan, érthetetlen, értelmetlen a szerepe az emberek jelentős része számára. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból az árnyék kormány tényleg innováció. Ha már a láthatóságot említettem, elindult a DK TV, látta már az első adást? Igen, hát azt nem állítom, hogy az adást láttam, de részletei láttam, kíváncsi voltam. És mit szól hozzá? Hát így néz ki egy pár tévé nyilván, tehát én örülnék neki, ha más pártoknak is lenne ilyen tévé, és annak még inkább, hogyha a közpénzekből működő tévék is inkább párt tévéként, pártpénzekből működnének. Tehát nyilván ez egy furcsa dolog, mert a világ ezen már régen túlhaladott, hogy párt sajtó működjön. Ugyanakkor szerintem az egy jó felismerése a DK-nak, hogy egy olyan világban, ahol a nyilvánosság jelentős része az állami nyilvánosságot, kormányzati nyilvánosságot, hatalomgyár által uralt nyilvánosságot jelent, hogy lehet, hogy vissza kell térni az 50-60 évvel ezelőtti, vagy akár 100 évvel ezelőtti világhoz abban az értelemben, hogy pártsajtót kell csinálni, mert azzal legalább el tudja érni azt a hozzá kötődő kört. Nézze, a többi ellenzéki pártnak nincs ilyen egyértelmű csatornája a saját választóihoz, és ha nincs ilyen egyértelmű csatornája, akkor ki van szolgáltatva annak, hogy az egyébként nagyon szűkülő, az ellenzék számára elérhető nyilvánosság az mit közvetít róla, hogy tud eljutni. Úgyhogy én ezt is egy innovációnak gondolom. Tehát a DK mutat egyedül életjeleket az ellenzéken belül. Beszéltünk ugye a baloldali, liberális ellenzéki formációkról. A Mi Hazánk engem abból a szempontból kifejezetten érdekelne, hogy 8 hónapja voltak a választások, illetve most már több mint 3 hónapja a parlamenti párt Torockai Lászlónak a pártja. Hogyan értékeli az ő eddigi teljesítményüket? Hát nyilván az, hogy bejutottak a parlamentbe olyan nehéz körülmények között, amiben azért ők voltak a választásokat megelőzően, az egy nagyon komoly politikai siker volt. Talán az ellenzéki pártok közül a legjobban ők hasznosították azt a kis lehetőséget, ami rendelkezésükre állt. Ha megnézzük akár csak az óriás plakát tartalmukat, hát ők voltak azok, akik azt írták ki, amit oda ki kellett írni abban a szűk sávban, ami számukra rendelkezésre állt. Én azt gondoltam ezt követően, hogy ez az időszak most róluk fog igazán szólni az ellenzéki politikában, és megint igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy nem csináltak semmit, mert nyilván ez nem igaz. Ha valaki figyeli Dúró Dóra, vagy éppen a pártelnöknek a különböző kommunikációs megjelenéseit, akkor látszik, hogy voltak témák, amiket ők próbáltak napirendre tűzni, de ezek nem ütötték át a napirendet, sem a kormány oldalét, ez talán nem annyira meglepő, sem az ellenzéki média felületeket. Nyilván azt gondolja most az ember, én azt gondolom, hogy számukra a szociális válság, a gazdasági helyzetnek a romlása az komoly lehetőségeket ad. Ugyanakkor elgondolkoztató, hogy ezekben a témákban egyelőre nem igazán volt szerencséjük vagy tehetségük az elmúlt időszakban. Nyilván, talán nyilván erős, de hogy feltehetően a következő 2-3 évben lesz lehetőségük arra, hogy erősödjenek vagy megtartsák a pozíciójukat.
Most azáltal, hogy ők egy ilyen újfajta második kiadását segítették a centrális erőtérnek életre kelteni, az szintén számukra a kormányoldal szempontjából is egy fontos szerepet ad. Tehát a kormányoldal is érdekelt abban, hogy a Mi Hazánk ne jelentéktelenedjen el. Ez is azt erősíti bennem, hogy találkozunk majd velük még 24-ben és 26-ban is komolyabb politikai szereplőként. Egyre csak inkább az a furcsa, hogy mintha átaludták volna ezt az időszakot, vagy legalábbis azt gondolom, hogy ez a látszat. Az erősödésük mögött nem az van, hogy elsöprő politikai erővel ütötték volna be a parlament ajtaját. Még egy kérdésem lenne, kicsit összegezve a mai beszélgetés, 2023-ban mire számít akár a kormány, akár az ellenzék részéről? Hát nem számítok nyilván semmire, tehát abban az értelemben, hogy bármit várnék. Ugyanakkor azt gondolom, hogy 2023 egy érdekes év lesz, mert ki fog derülni az, hogy ezek a dolgok, amikről beszéltünk, elsősorban a nemzetközi környezet átalakulása, a gazdasági válság és a kormány mögött álló, mondjuk így, hogy uradalomban milyen változások következhetnek be. Ez egy nagyon érdekes és kiszámíthatatlan év lehet. Én azért általában a status quo-ra szoktam várni. Szerintem az elmúlt 12 év azt tanította meg, hogy mindig a legvalószínűbb az, hogy nem történik igazán semmi jelentős, a hatalmi viszonyokat jelentősen megváltoztató dolog, de most tényleg egy olyan év előtt állunk, amikor a bizonytalanság vagy a kockázat egy kicsivel nagyobb, mint általában, de amíg a hatalomgyár áll, amíg ez a hatalmi gépezet jól működik, addig azt gondolom, hogy ezeknek a többsége is kezelhető kockázat. Kockázatok megnőttek, de ezek kezelhető kockázatok a kormány oldal szempontjából. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ha tetszett ez a videó és több ilyet szeretnél látni, akkor támogasd a Telexet és iratkozz fel a csatornánkra is.